Na, hello, hello, sziasztok! Sajnos live formában nem tudom lenyomni a Max Payne 3-at, úgyhogy ezt a felvételes formát választottam, úgyhogy sajnálatos módon élőben nem tudok veletek beszélni, de cseten, amit írtok, arra fogok tudni válaszolni, mert végig itt leszek a videó lejáratáig, úgyhogy ha így közben felmerül bármi kérdésetek, akkor nyugodtan írjátok meg, és válaszolok rá kommentben. Illetve kinek hogy telik a napja, stb. Mit terveztek, nyugodtan azt is írjátok le. És akkor már kezdem is a játékot. Nem is tudom, hol hagytuk abba az előbb, amit ti még nem láthattatok. Hát sajnos nem tudom, mindegy, folytatjuk innen aztán. Elvileg jó lesz, mert azt hiszem kiléptem, nem mentettem el a játékállást. Ó, igen. Arra lőjük a bácsi lábát. Hát, nem jött össze. Nekiugrunk még egyszer a bácsinak. Na, hát csak legyűrtük a bácsit. Ez sem egy mama haza. To save you. Wow, yeah, real hero. Listen, now come with me, Max, to Brazil. Be a chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. What are you talking about? I don't know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo are trying to teach Rodrigo a lesson. Get him to loosen the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. Hope this thing works. Na és akkor most lelépünk innen. Már nincsen sok vissza amúgy. I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go?
I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Yeah, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. I know. Semmi baj igazából. Megszületetett még egy játék. Hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming. You know how it is. I know how that is. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? Mindenkit nem ölhetünk meg. Okay. I've looked through this information you gathered. It's not very nice. What is it? It's the Ufe. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? Nem számít, kinyírunk mindenkit. A murderer, this was known. A dealer in human organs, this wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially there's nothing I can do. And unofficially? Well, arra itt vagyok én. Creative. Creative. De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Diga Becker. Que vim para él. Ez is egy jó rész lesz egyébként. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, dá uma lição nele. Então, o pai dela não diz. Patrão, filha da puta! Você não faz inocente! Por que você vai acontecer com esse arma aqui? Eu não fiz nada! O que você vai te acontecer, cara? Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você vem? Fica aí, cara! És most egy kicsit összevernek minket. I can't hear you. What are you doing here? What are you doing here? Hit me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? Oof. Ez is megvan. Back in the precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. Elimine-o!
Sajnos erősebb volt, mint én. Látványosabbra akartam ezt csinálni. Leütöm és lelövöm, de hát nem jött össze sajnos. I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. Sehol semmi painkiller, nagyon jó. Ah, dehogy nincs. Their body armor. I had mine. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Woohoo! Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense Da Silva had pulled, az biztos. It seemed to be working. Nem gyengén, el fog szabadulni a pokol. Egy painkiller. Puff. The last few prisoners were trapped in here, and more presently, seemed I was too. Dehogy ragadunk itt. Megölünk mindenkit. Nincs itt probléma. Szépen átlőtték a fejemet. Dani, ha itt lesz, akkor örülni fog nagyon. Vegyük a lőszereket szépen. The security switch had to be in that booth. Itt sincs semmi. Végre egy painkiller, ez az. It was Monday's arrest log, as far as I could tell.
And no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace. Így van. Kemény dolgok folynak itt. Puff! That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. Beef. Hát az nem jött össze. Megpróbáltam. Na majd még egyszer, mindjárt. És keményebbek leszünk. Vagy mégse. Még szarabú ment, mint az előbb. Első próbánál jobban ment. Hihetetlen. Hogy a faszomba szedjen fel? Hát az előbb fő sikerült, most mi a fasz van? Már bocsi. Szállt! Kijövök és szarrá lőnek, hát vicc. És akkor mi a szar? Hát bazd meg! Ezt nem hiszem el. Hú, gyerekek! Nagyon föl fog baszni. Egyre jobb. Micsoda hangulatos zene van mint mellé. Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Azért közben kell gyűjtögetni is.
Any time the prison riot had bought me was starting to run out. I had to keep moving. Another police station, another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. Kettőt egyszerre. Kezdek ráérezni a játékra. Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. Itt nincs semmi cucc. Akkor megyünk tovább. Police food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Nyomunk egy jó pénykillőrt is közbe. Jó, nyomok itt már nincsenek, ezek szerint. Úgy néz ki. Jó, mehetünk tovább. Control room. It looked like the security cameras were still running. Be kell mindent most gyűjteni, srácok, mert itt megint nagy lövöldözések fognak következni majd. Seemed the anti-drug squad had a few habits of its own. Na. Összejött ismét egy aranyfegyver, ez az. I figured I should check out the security monitors while I had the chance. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided up half-wit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. Igen, és ezek pont ide jönnek hozzá. Egyértelmű. Oh.
Na, na így kell ezt csinálni. If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. Igaz, nem maradt painkiller öröm, de ez rohadt menő volt szerintem. Nagyon jó adta. I saw the elevator doors were open. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Hát az fasza volt. Nem baj, legalább full élettel kezdünk. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Jó, begyűjtettem mindent, amit lehetett. Innen jöttem, akkor ide jövünk. Mikor haltok már meg, bazd meg? Bazd, nem hiszem-e. Na végre. És igen, megint jön egy buzi. Most emlékszem, mit is kell most lőnöm. Jaj, az egészet előről, faszva. Thank you.
killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. AUP. Those were the guys who jumped the yacht in Panama. And what was this? Had the Brazilian cops tipped them off about the money? If I didn't hurry, Becker would be long gone. Special Forces, Sao Paulo's own David and Goliath. I'd pinned De Silva as a coward, but he'd risked more than anyone, and he'd never taken a bribe. And you. Végre valami normális emberrel álltunk össze. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil, but this was where I was. 5,000 miles from a home I couldn't go back to on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. Így van. The CS were all but out of business in Sao Paulo, and suddenly Becker and Victor looked like local heroes in the war on crime. They'd really gotten their money's worth outsourcing their problems onto me. My old pal Serrano. We'd both been unwitting clowns in this sorry circus. Part of me hoped he'd made it out of that hotel alive. I didn't recognize the guy. Maybe this was the new slum king De Silva had talked about. A throne never stays empty for long. Fame at last. It was no great surprise I'd made Ufe's most wanted list. I hadn't done much to improve the reputation of Americans abroad over the past few weeks. And there they were. My illustrious employers, three dead and still, every chance I'd go 4 for 4. None of this was gonna look good on the resume. And I was in good company. Howell Passos, sent up north to find a washed-up gringo who would act tough and play dumb. Yeah. Boy, did he ever deliver. Vai morrer! Faszomat a kurva kerítésbe. Nem főfogta. It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running, only to discover you're chasing yourself. Nothing I was gonna find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed. Jó, begyűjtjük a lőszert. Némi kis painkillernek még örültem volna. They had their body armor. I had mine. Úgy, de már nem tudok bemenni. Akkor menjünk tovább. Sincs már több cucc.
guess. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. The bastards had me locked in. That would have been too easy. The doors were all locked. There had to be something else I wasn't seeing. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction az igazi diehardos kinézet mellett már itt van a csatorna rendszer is. There it was, the tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeier, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. Mindenkit is megölünk. Nincs itt probléma. I'd seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. Hát jó. Hát akkor menjünk. Couldn't get that tape out of my head. No. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't gonna find any answers in the forensics lab. Jó kis aranyozott fegyverünk. I had to push on. Mi ez? Van valami nyom itt? Hey pal, nice to see you. Pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. You should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Vagy fejes. Dani biztos örülni fog ennek.
Basszus, sniperest hogy a kurva életbe lőjem le? Hopp! Ennyi. De akkor most mi a faszom? Hogyan lőjem már őket? Hűha! Kicsit erősebb volt a néger bácsi. Another pile of bodies and still nothing to show for it. It felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past. Ah, ez nem olyan, mint az egybe. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best.
kiuggattuk. Figured I'd bag those up for evidence. Első próbálkozás nem mindig jobban megy, valamiért. Hihetetlen. Csak megöltem mindenkit. Nem érdekelsz. Halljál meg. Becker and Bachmeier had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. Sehol semmi nincs. Basza. Nyom sincs. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar morto! Da puta, pelo amor de Deus! Egy kicsit hátba lőtték a fiút.
have to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? Azt meg is meghalok. Nem baj, lesz életem, ez az. Már megérte. Elfeledkeztem. Faszom! Fú. Persze. Kicsit kilőttük a szemét a fiúnak. Paf! This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this and I could feel it. Becker! Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Huh? Hmm? There's a good fellow. Well, well, well.
Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the Crasha Preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just frittered it away. Becker, take his gun. Thomas, you feel the poop! They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Na, egy kurva nagy nekifutás jön a végére. Okay, Max. You check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. My delusions of disguise lasted around 2 seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them too. Every last one of those bastards. Milyen kemény a srác. Húha! Ez az. Még egyszer álljunk neki.
Na, még az ajtót is kinyitotta nekünk. De jó fej. It felt like my vacation was coming to an end. Only I wasn't heading home with a sunburn, a bag full of duty free, and a dose of VD. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag. Guys, him and Victor had a private airport to go with their private army and their private jet. This was the back office. They'd be on their way to the nearby lounge. Hol is jöttem be? The doors lead in the direction of the main terminal. Kapom a McPain-killereket, na most. Nothing was happening back here. Ahogy azt pont sejthetitek is. Hát most itt rohadtú nagy háború lesz. All over the airport and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of compliment, but one I didn't need. És akkor hangulatos zene. Uff! A gate had opened at the other end of the departure lounge. Grenades.
Na, srácok. Nagy titkot elárulok. Most sikerült először így lehozni ezt a kört. Vagyis ezt a pályarészt. They weren't here. I had to keep moving down through the airport. Egyre jobb zenék vannak. Nagyon, nagyon rájön úgy. Rohadt jó zene választás. A tram to the next terminal was down the escalators. Szétjuggattuk a fiatal embert. It didn't look like there'd be any trams leaving until the power was on. Begyűjtöm a lőszereket, aztán jön még egy komolyabb ráadás. It worked. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. Pont így, én is erre gondoltam. Tuti fasz, hogy mondom, elindulok már vele előnek. It worked. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. Előbb elkiabáltam, hogy jó megy. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. Felt like I might be able to recharge for a second. Hát nem fogsz olyan sokáig. Until we pulled into the station and met more murderous assholes. Son of a bitch! It didn't work out like that. Of course there'd be a tram full of goons trying to derail me. Thank you.
lesz ez így jó. Na, ez csak megvan, hogy hol volt. Ez az! It was perfect. Everyone wanted the ticket for the Max Payne Express. Fú, rohadt idegesítő már, faszom. Tényleg nincs semmi belőszerem. Gyertek már akkor. Gyere, gyere, gyere. Na végre. Így is jó. Helyfő baron, azaz. Szép, szép, szép. Csak így tovább.
felt like I'd missed out on the joke. And it was a real good one. Slowing down, and I'd only just gotten on board. I had to salvage what I could and see what was waiting for me. This was my stop. It had taken me right into Beggars, gimps were everywhere. So he and Bronco must be close. The smart move would have been sticking with Da Silva and going straight to the hangar. But when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey, Max, we'll drive onto the runway. No thanks. Let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style. And it's too late in the day to hope for change. Na srácok, utolsó rekifutás és kivégezzük a játékot. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force, he was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here, and I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. Az biztos, mindjárt meg is halsz, nyugi. There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. I ain't got nowhere else to go, Becker! Mr. Payne, I believe you had something to say to me. Mate ele! Mate ele agora! Não! 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 Az fasza. Hát ezt sokáig fogom most nyomni szerintem. Ezt mindig utáltam ezt a részt. De hát mindig a végjáték a keménye. Ezt elcseszted. Hát ezt te, ez tényleg.
Puff! Rotty volt egy keze a fiúnak. Én is jó megsínylettem a dolgot, de jobban jártam. This was it. It was almost over. No és akkor so I guess I'd become what they wanted me to be. Visszaértünk a történet elejére, onnan indultunk. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping. Hát srácok, mivel nem vagytok itt live-ba, így nem tudom megkérdezni, úgyhogy én nem öltem meg. És akkor még egy utolsó nagy kutyát el kell kapni. Nyugi, repcsit kell elérni. Check fel. Bazd meg, jó van, ezek elmennek. Elbasztam. Na még egyszer. Elfeledkeztem magamról, úgy emlékeztem, hogy a kerekét kell lőni. Még jó, hogy eszembe jutott, hogy nem. Darabig még csináltuk volna ezt. Ennyi. Szegény szerencsétlenne, jó elbántak megint, majdnem. Kicsit ugrottunk az időbe. The
55th Battalion of the City Police's Special Forces Unit, who have been implicated in human trafficking, has been disbanded indefinitely. Meanwhile, Victor Bronco, the politician at the center of the scandal, who is accused of laundering money from the scheme to fund his political campaign for mayor, was yesterday found hát, ez sem meglepő. It's not yet clear whether his death was a suicide or simply retribution for his part in a scandal that has so many families missing loved ones that were kidnapped and killed. City officials say a full investigation is underway. Justice. És akkor strandpapucsba elsétálunk. De kurva menő zenére. Na srácok, hát ez volt a Max Payne 3. Megnézzük ugye a stáblistát. Hát amíg megy a stáblista meg a zene, addig kiértékelném a játékot. Tehát én nekem ugye már 2001-es rész is rohadtul tetszett. A másodikkal is eléggé magasra rakták a lécet. Hát a harmadik is szerintem hozta az elvárt szintet. Főleg, hogy azért volt benne egy-két újítás is. Főleg ez a, mikor majdnem meghalt, de mégse. Ez rohadtul jó volt, sokszor jól is jött. Grafikailag is rohadt sokat fejlődött a játék, hát sajnálom, hogy egyébként 2012 óta nem lett új Max Payne, de hát mi késik nem múlik, úgyis most filmek terén is állandóan a régiekhez nyúlunk, az se kizárt, hogy egyszer hozzányúlnak még a Max Payne-hez. Minden esetre ugye, amit már az első live-ban, amikor elkezdtem a játékot, hogy elmondtam, ugye most már teljesen a Rockstar, illetve a Take-Two-nál vannak a játék jogai. Ugye már ebbe is a Remedy csak ilyen, hát úgy ilyen pár szóval segített igazából így tanácsadóként, de nem ők voltak a fő fejlesztői a játéknak. Úgyhogy így összességében igazából szerintem, amit itt szeretnék, azt hogy elmondtam. És az a baj, hogy ugye nem rendes live-ban vagyunk, így ami lenne kérdésetek, arra itt tök jó lenne, most így tudnak válaszolni hangban. De hogyha van valami, akkor természetesen mindenképp tegyétek fel itt a videó végére. És akkor megírom a komment szekcióban, hogyha persze tudok rá válaszolni. Voltak egy páran azért a játékban, hogy ilyen legyen. Egyébként ilyen bővid, hát DLC-ként belerakták ugye az eredeti Max Payne 1-es karaktert is ugye szemlék formájában, amit alakított ugye. Csak sajnos nem jöttem rá, hogy hogyan lehet megcsinálni, hogy azzal játszom végig, úgyhogy az miatt nem tudtam beletenni és megmutatni, hogyha véletlenül rájövök, akkor mindenféleképpen, ha nem is az egész játékot, de egy pályát megyek vele, hogy azért tisztelegjünk a legelső rész iránt, ami ugye 2001-ben jött ki. Idén már 20 éves, basszus, durva. Hogyha amúgy úgy lesz, hogy nyár fel, azt hiszem júniusban vagy júliusban lesz hivatalosan 20 éves a játék. Hogyha lesz rá, hát nem azt mondom, hogy kereslet, hanem szívesen végignéznétek azt is, akkor esetleg az első részét még kinyomom majd. De akkor azt lehet, addigra már talán netem is jó lesz, úgyhogy tudok live-olni. És akkor az ugye mégiscsak jobb lesz. Azt körülbelül azt hiszem, hogy live-val azt simán ki is lehet nyomni egyébként. Nem egy hosszú játék az sem. Illetve hát ezt se csak ugye most így töredékekbe raktam föl, de hát így is megnézitek,
Igazából 3 órás voltak a live-ok, szóval ezt is elég hamar ki lehetett nyomni. Következő játékot még nem tudom mi lesz, mondjuk. Majd azon még gondolkozok, meg hát hogyha úgy van, hogy látnátok valami játékot szívesen ilyen végijátszásban, azt nyugodtan írjátok le. Igyekszem teljesíteni. Most így egyelőre nekem így tervben még nem állt össze semmi, hogy mit lehetne nyomni. Gondolkozok erősen a Walking Dead-es sorozatból ugye készült játékadaptáció, hogy azt végig nyomnám. De hát még ez a jövő zenéje, még nem tudom, hogy mikor is csinálnám, vagy meg is csinálom-e. Csak így tervben van, hogy hát jobban mondom, gondolkozok rajta. Hihetetlenül, hogy egy ilyen játékhoz milyen sok ember kell, hogy így nézzen ki. És azért elég komolyan összepakolták ahhoz képest, hogy ez a játék is már majdnem 10 éves lesz. Ugye 2012-ben jött ki. És a mai napig is egyébként a full grafikán a játék. Azért eléggé odaver. Ugye live-ban nem biztos, hogy teljes mértékig visszajön, én nálam ugye full grafon megy. És még így igazából, hogy 2012-es játék még így is 8 gigás videókártyát meg 16 giga RAM-ot igényel egyébként. Majdnem. 12 vagy 14. És 8 éves játékról beszélünk, hihetetlen. És ha megnézitek, kijönnek az új játékok, most ott egy Cyberpunk. És konkrétan mindenki mondja, hogy milyen lag meg minden, meg alig fut a gépeken. Aztán az simán elmenne, ha halljátok, és ez meg hihetetlen, hogy majdnem ez erősebb gépigénye van full grafikán, mint annak.
És mi mindig nem értünk a végére, hihetetlen. Rohadt sok ember kell tényleg egy játékhoz, basszus. Ilyen legyen. Vajon van olyan Rockstar, ahol olyan város, ahol nincsen komolyan. Azt nézem, már nem tudom, minimum a 20. város látom. Na igen, hát a multiplayer az egy másik érdekes dolog. Eredetibe van meg, és nem lehet multizni, mert hát gondolom nincsen senki már a játékban nyilván. Csak én vagyok ilyen elvetemült, hogy multiznák Max Payne-be. Az igen, mennyi érdem. Thank you.
Még mindig nincs vége. Még csak most jönnek a szereplők, azt a mindenit. Na hát itt láthatjuk Max Payne barátunk színészét, aki adta az arcát. Mona Sachs. Nem is volt benne a Mona?
Nos, srácok, ennyi lett volna akkor a játék. Na hát, köszönöm szépen, hogy végigkövettétek velem ezt a izgalmas játékot, illetve most egy kicsit így a végére elég sok lett azért, mert hát a stáblisták ezek mindig elég hosszan vannak megcsinálva a játékban, de hát azért nyilván sok ember kell, hogy elkészüljön egy ilyen csoda. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket. Sajnálom, hogy ilyen formában tudtam végignyomni az utolsó részt, úgymond. Következőben már igyekszem majd tényleg rendesen live formában kinyomni egy jó játékot. Ezt még majd meg is beszéljük, illetve hát még el is döntöm én is, meg még ti is, még adhattok tippet, hogy mivel mit szeretnétek látni. Úgyhogy hát köszönöm szépen a figyelmeteket, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel. Köszönjük, sziasztok! We got London on the track.